A Károlynak, nem csak igazgató úrnak megmutattam ezt a produkció, ennek a produkciónak a szövegkönyvét és a rendelkezésre álló zenei anyagot, és ő nagyon számomra jól esően azt mondta, hogy ez egy igényes, szép produkció lehet, és a József Attila Színház bevállalta ennek az idén, azaz 2013 novemberi premierjét, bemutatóját, és borzasztó nagy lámpalázzal és várakozással vagyok. Az iránt, hogy amit eddig feleségemmel, aki a szövegkönyvet írta, én a zenét és a dalszöveget, és nagyon boldoggá tesz az, hogy itt különböző karakterek, színész, egyéniségek, már pusztán az olvasópróbán kiderült, hogy kinek a hangján ez hogy fog megszólalni, és abban a pillanatban majd, ha fölkerülünk a színpadra, ennek az egész Munkácsi produkciónak a színvilága, a díszlete és a különböző karakterei elkezdik majd valósan azzal az élettel megtölteni ezt a produkciót, amit én várok. Ki tudom jelenteni, hogy én nem szerettem volna benne lenni a produkcióban, mert az embernek mindig a fejéhez vágják, hogyha valamit létrehozol, és abban még részt is veszel, akkor az, hogy egyrészt családi vállalkozást üzemeltetsz, feleségem benne lesz, mint koreográf, ugye ő a szövegkönyvíró, és én, mint Karcsinál, egyből azt mondtuk, hogy mi nem szeretnénk, kívülről szeretnénk a dolgot nézni, azt mondta, hogy kötelességünk benne lenni, mert akkor majd felügyelni tudjuk a dolgot, és így elvállaltuk, tehát nem magam osztottam magamra a szerepet, hanem ez egy kérés volt, aminek egy kis szerepben megpróbálok megfelelni, ez a Rál professzor, aki az első felvonásban meg is teszi, amit a haza megkövetelt tőle, mert valóban én nagyon az egészet kívülről szerettem volna nézni, így, hogy az ember benne van, nagyon nehezen fogok tudni függetleníteni, mint néző, mert hát ugye fönn leszek a színpadon is, nem tudom végig az elejétől nézni, de nem baj, úgy érzem, hogy az ember az is színészként is szeretne megnyilvánulni, és ez egy jó apropó, hát, hogy az én gyermekem, akkor az én gyermekem állok elébe. Nem csak Károly a színház igazgatója kért fel, és én tudtam már erről a darabról, mert Bognár Zsolt még annak idején, még a Pun háború előtt, a Rock Színházban kollégám volt, és tudtam, hogy neki van egy ilyen álma. Nagyon örültem ennek a feladatnak, ez azt gondolom, hogy életkorban passzol. Egy jó feladat, Munkácsi életében Cecil ugye egy hivatalos kapcsolat volt, és az a fajta nő, aki inspirálta is művészként Munkácsit, de azt gondolom, hogy talán szigorú is volt vele. Utána olvasgattam mostanában, annak idején az Aranyecsetet olvastam középiskolás kislányként, ez azt gondolom, hogy többé-kevésbé alapmű, illetve Munkácsi Múzeumban voltam Gyulán, sőt pár nappal ezelőtt is Gyulán játszottunk egy másik darabot, és akkor is pont a Munkácsi Múzeum előtt készült velem egy interjú, és olyan vicces volt, hogy tudtam, hogy jövök ide olvasópróbára. Nekem a magyar festőművészek közül Munkácsi és Csontváry a két kedvencem. Úgyhogy bármilyen szinten is kapcsolatba kerülni a Munkácsi hagyatékkal, örökséggel, az jó. Én vagyok Perzsi, aki beavatja a szerelembe a Munkácsit, és aztán meg is menti az életét, és én végig kísérem az életét, többször megjelenek, van egy nagyon szép dalom, és mindig a nehéz pillanatban átsegítem őt. Úgyhogy egy jelentős, nagyon szép szerep. A szerepem érdekes, mert a legelején vagyok, én vagyok a mester, az asztalos mester, onnan indult Munkácsi, egy ilyen kemény ember, aki munkára ösztönzi a segédeket, és utána a legvégén egy másik szerepbe jövök, ott is van dalom az elsőben, és a legvégén van egy ilyen nagy dal, ott meg egy ilyen elnök vagyok, aki elbírálja, hogy mehet a kép a zsűribe, vagy nem mehet kiállításra. Megmondom őszintén, a képeit szeretem, de amúgy most az olvasópróbán tudtam meg egy csomó dolgot az életéről, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy sikerül az egész, mert az egész egy ilyen vizionális dolog, tehát sok vízió van benne, meg ugye, mint egy festészetről van szó, de érdekes lesz szerintem. Kezdetleges alapokat hallottunk, de van benne egy pár igazán kellemes dallam, meg jó ritmus, úgyhogy kellemes.
miatt, amikor ennek a darabnak az ötlete sok-sok évvel ezelőtt felmerült, akkor a Zsolt engem már megkeresett. Mi a Rock Színházból ismertük egymást, annak idején a Dorian Gray-ben játszottam, vele felváltva egy szerepet. A 90-es évek elején volt ez, és aztán jóval később akkor egyszer csak megkeresett engem, hogy van ez a darab, és talán elvállalnám-e a rendezését. És nagyon örülök, hogy végre sikerült. Tényleg azt gondolom, hogy lehet, hogy ez a szó egy kicsit olyan furcsa, vagy elhasználtak tűnik, de azt hiszem, egy kultúrmissziót teljesítünk azzal, hogy a Munkácsiról egy kicsit alkotunk egy darabot, és egy kicsit felmelegítjük ezt a történetet, hiszen sajnos azt kell érzékelnem a fiatalság körében, hogy hát kevésbé érdeklődnek már ebben az irányban. Van egy Pál Laci, Munkácsi viszonya a darabban megjelenik az ő nőkhöz fűződő viszonya, ebben van egy ilyen hármas női egység, majdnem egy ilyen Hoffmani szituáció, hogy kik járultak hozzá az ő életében, az ő munkásságához, egy fiatalkori, egy a közepén lévő igazi nagy szerelem, a múzsák, aztán végül egy feleség, aki hát szintén betölti ezt a szerepet, és még az epizódokról is, azt hiszem az epizódistákról is, hogy jó karakterek tudnak lenni, tehát a műkereskedők, ezek a figurák, mesterek, ezek jó karakterek tudnak lenni. Lehetőségük is van a zenében. Szerencsére vannak bizonyos komis számok is, amik meg tudják mindig bontani a szeriőz vonalakat, és akkor egy kicsit vidámabbak tudunk lenni.